Tavaly az Európai Unióban a 20 és 34 év közötti korosztályba eső fiatalok 16,5%-a nem tanult tovább és nem vállalt semmilyen munkát. A magyar fiatalok 17%-a esik ebbe a csoportba, ez nagyjából 340 ezer főt jelent. Megkérdeztük a szexárdiakat, mit gondolnak erről a felmérésről. Nem ismerek én most. Nem ismersz ilyen fiatalt? Nem. A környezetedben mindenki dolgozik? Általában igen. Fogalmam sincs, hogy mit tesznek, azon kívül, hogy a neten ülnek, ha van net, többségnek van. Véleményem az, hogy nem akarnak dolgozni. Uh-huh. Tehát lehet, hogy otthon ülnek valóban? Otthon ülnek valóban. Igen, ilyen is van, aki úgy elkényeztetett, nem akar még egy pohár vizet arrébb tenni. Vannak azonban kivételek. Kokos Rózsa, 20 éves fia például, amióta az eszét tudja, mozdonyvezető szeretne lenni, most ebbe az irányba tanul tovább, és tervei szerint külföldön vállal majd munkát. Az asszony azt mondja, a mostani fiatalok sokszor céltalanok, és azt várják, hogy valaki megmondja nekik, mit csináljanak. Ő azonban túlzónak találja ezt a számot, és általában fenntartásokkal kezeli a felméréseket. Hogy a statisztikáknak mi van a hátterében, mindig érdekek. Attól függ, ki készíti a statisztikát. Bár még csak 16 éves, Bali Nikolett pontosan tudja, mit szeretne kezdeni az életével. Mentő szeretnék lenni, és kimenni külföldre majd. A szakemberek azt mondják, a felmérés valós képet mutat, valóban elveszett ez a generáció, és különösen passzívnak mondható. Ennek a hátterében az állhat, hogy kitolódott a pubertás időszak. Az agyérési folyamatai pedig későbbre tolódnak, akár 25-30 éves korig is ez eltarthat. Ennek lehet az a következménye, hogy azok a viselkedésformák, amik korábban mondjuk egy fiatal felnőttnek már hozzátartoztak az életéhez, ezek időben akár több évvel eltolódnak a mai fiatalok között. A szakpszichológus azt mondja, a szülő valamelyest segíthet a felelősségvállalás és önállóság kialakításában, de szerinte ez inkább társadalmi folyamat. Ez nem csak egy külső, hanem egy belső folyamat is, úgyhogy erőltetném, vagy lényegesen megváltoztatni a folyamatokat nem lehet, de természetesen nevelő célzatú segítséggel, tanácsokkal, akár nagyobb felelősségeknek a gyerekre való rábízásával ez erősíthető és akár korábbra hozható. A jelenség elsősorban a déli és a keleti államok problémája. Olaszországban például a fiatalok 29%-a semmit sem csinál. A felmérés szerint Európa középső és északi részén kevésbé gyakori, hogy a fiatalok passzívak maradnak a munkavállalás és tanulás szempontjából. Svédországban a semmittevő fiatalok aránya mindössze 8%.